Rita itt született Budapesten, és olyan 20 év körüli másodéves főiskolás volt a kézen, amikor egyszer csak úgy gondolta, hogy szerencsét hozzá. Elmegy New Yorkba. 92-ben elmegy New Yorkba, és azóta nagyon keveset hallottunk róla. Volt egyszer egy kiállítása 98-ban Bartók Galériában. Talán még most is van a Bartók 32 Galérián, de nem tudom, hogy a közösségben van. Akkor a Tatai Tóta vezette azt a helyet, és ott csinált egy kiállítást a Rita, és aztán nagyon hosszú ideig megint semmi. Ő kint ért New Yorkban, egy fantasztikus karriert csinált, amiről mi csak ilyen hírekből, meg kiállítás hirdetésekből, meg hívókból értesültünk. És úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez az életmű, ez itt megjelenjen Budapesten, megjelenjen Magyarországon, visszakerüljen abba a kulturális és művészeti közegbe, ahonnan ő elindult, és hogy ez a karrier, amit ő megcsinált, ez itt is megismerhető legyen, látható legyen, és úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy csináljuk egy olyan kiállítást, ahol itt ez testközelből és közelről látható, érzékelhető, megközelíthető. Két évvel ezelőtt kezdtünk el erről a kiállításról beszélgetni, és hát úgy alakult, hogy Pontai Kata akkor kezdett el dolgozni a Ludwigban. Ja, három évvel ezelőtt, hát úgy kérdezett majd volt, igen. És ő megmutatta a Katának a Rita portfólióját, és kérdeztem tőle, hogy mit szólna hozzá. És azt mondta, hogy ez úgy tűnik, hogy érdekes lehet. És kezdjük el ezzel gondolkodni, és akkor ők elkezdtek ezzel gondolkodni, elkezdtek beszélgetni. Kata ki is jutott New Yorkba, a műtermében találkozott Ritával. Nagyon hosszú előkészítő folyamat eredménye most ez a kiállítás. És ez az egész paralel futott egy másik történettel, hogy a Ritának egy kiadó, az egyik legjelentősebb képzőművészeti kiadó, a Rizzoli, felajánlotta, hogy egy életmű katalógust csinálnak. Elkezdtek ezen is dolgozni, úgyhogy ez a két történet az együtt futott. Ez az a katalógus, ez az a könyv, amiben itt az egész életművel végignapozható. Ez most jelent meg, hogy ez a műrökben, úgyhogy gyakorlatilag is jelent tekinteni, mint ennek a kiállításnak kísérő kiadványát, de meg ezt szeretnénk kigondolni. Ezt itt végignézhetik, ez is vásárolhatják, és hazavihetnek egy darabot a Rita életművéből, és hát ezt a kiállítást, ezeket a kiállításnak